Sümeg rendezi az Országos Polgárőr Szövetség kutyászszolgálati és állatvédelmi tagozata az első személykövető polgárőr kutyás oktatást és képzést. A résztvevők egy alapképzést kapnak, majd további tanfolyamok elvégzése után teljesítménybírálaton esnek át. Az eredményes bírálat után a polgárőrök kutyák segítségével indulnak eltűnt személyek keresésére. További részletek Bambek Gabriellától. Ahhoz, hogy egy játékos aranyos kiskutyából munkakutya, adott esetben rendőr vagy polgárőr kutya lehessen, nagyon hosszú út vezet, rengeteget kell tanulni, és rengeteg képzésen kell részt venni a kutyusoknak. Mi most egy ilyen speciális képzésen vagyunk. Vendégem a témában Molnár Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség kutyászszolgálati és állatvédelmi tagozatának elnöke. Ugye ez egy egészen különleges képzés, ami most itt zajlik Magyarországon, talán egyedülálló. Mit láthatunk majd itt a háttérben? Igen, így ahogy mondtad, ez egy történelmi pillanat az Országos Polgárőr Szövetség életébe, mikor idén elsőként, mert eddig ilyen még nem volt, nem történt, elsőként main tréninges, azaz személykövető kutyákat képzünk. Ez a leges-legelső alkalom, és az első nap. Tegnap egy elméleti képzéssel kezdtük. Most, ahogy látjuk, gyakorlati, egy fegyelmező, engedelmességi gyakorlatot követően kezdjük majd a nyomkövetést. Ezek a kutyák, hogyha eredményes vizsgát fognak tenni, akkor eltűnt személyek keresésébe fogják tudni segíteni a hatóságoknak a munkáját. Mennyire lesz ez nagy segítség, illetve főleg itt a nyári idegenforgalmi szezonban mennyire van szükség arra, hogy ezt a vonalat erősítsük, akár kutyákkal is? Pontos statisztikám nincs, de én rendőrként dolgozom, és jelenleg is aktív rendőr vagyok, szóval elég sok az eltűnt gyermek, időskorú, és nincs megfelelő mennyiségű vizsgával rendelkező kereső kutya, és ezért a polgárőrség szeretné ezt kiegészíteni a hatóságok támogatása érdekében. Említette ugye, hogy ez most egy abszolút alapképzés, ezután mi következik még? Mennyi foglalkozáson kell részt venni a polgárőröknek és a kutyáknak, hogy valóban munkába állhassanak? Ez egy több hónapos képzésnek az első alkalma. Amikor már az engedelmes része megy, akkor elkezdjük a nyomkövetést, a mély tréninget. Ez azt jelenti, hogy építjük fel folyamatosan arra a kutyákat, hogy eltűnt személyeket keressenek. Amikor elérték azt a szintet, akkor egy vizsgán kell átesniük ahhoz, hogy utána már szolgálatba állhassanak én közterületen. Mindenféle kutyát látunk, most ugye többségben vannak talán a német juhászok, de azért láttunk itt mindenféle kutyát. Ez azt jelenti, hogy itt nincs olyan, hogy mondjuk erre a feladatra kifejezetten a német juhász, vagy kifejezetten a labrador, vagy a tacskó alkalmas, tehát mindenféle kutyát ki lehet erre képezni? Hát a megfelelő ösztönszinten rendelkezik, akkor igen, itt is, ahogy lehet látni, hogy többféle, többfajta kutya van. Mérete azért az korlátozza, szóval jósír terrierrel ne álljunk neki szemét keresni, mert megtalálná, mert az adottságai megvannak egyértelműen, de azért a méret az nagyba befolyásolja ezt a tevékenységet. Mennyire van egyébként visszatartó ereje annak, hogyha kutyás polgárőrt vagy rendőrt látnak az emberek? Hát az Országos Polgárőr Szövetségnél 2018 óta vannak járőrfeladatot ellátó polgárőr kutyák. Ahogy már akkor is a bemutatkozóban elmondtuk, azért ez egy olyan pszichikai hatás, hogy nem lesz kedve a bűnelkövetőknek, ha látnak egy polgárőrt vagy egy rendőrt egyértelműen kutyával, nem lesz kedvük bűncselekményt elkövetni. Molnár Zoltánnak nagyon szépen köszönjük az információkat, kedves nézőink, ez a képzés itt Sümegen egészen vasárnap délutánig folytatódik.